vagytok, akik már 16 évesen arról álmodoztatok, hogy egyszer anyák lesztek, és életetek akkor fog kiteljes, meséljetek. A terhes nőre nézünk. Én most se akarom. Az ilyenekkel vigyázzunk, hogy hova kerülhetnek ki ezek a vicces megjegyzések. Egyébként igen. Judit, Eszter. Én nem voltam az az alkat, aki nagyon ilyen gyerekezős lett volna, vagy nagyon ez így a gondolataimban. Azt tudtam, hogy egyszer majd anyuka akarok lenni, de hogy mondjuk, ha nem tudom, 16 évesen megláttam egy kisgyereket, akkor nem volt az az érzésem, hogy de mondjuk, ha egy kutyát megláttam, akkor mindig az az érzésem. De a kutyák cukik benne. Igen, ugye? Szóval én már akkor is az állatokat szerettem. Jobban, de fel állatot szülni nem tudok. Nekem... ez jó, nem? Ez nem jó? Ebben semmi rizikós nincs. Jönnek a képek, de nem jönnek a képek, igen. De én szoktam mondani, hogy én szültem. Jó, oké. Long story short, tudtam, hogy majd anyuka szeretnék lenni egyszer, és ez így tökre megvolt, hogy mit tudom én, ilyen 28-30 éves korom között valamikor, és tulajdonképpen ez így is lett. Úgyhogy ennyi. Uh-huh. Tök érdektelen. Uh-huh. Szívesen. Nagyon köszönjük. Én bennem is bennem volt mindig, hogy akarok majd gyereket. Az is bennem volt, hogy fiatalon akarok anya lenni. Inkább az volt bennem, nem az, hogy akarok-e vagy nem, hanem hogy lesz-e olyan ember, akivel hajlandó leszek, vagy hogy lesz-e olyas valaki, aki el tud viselni annyira, hogy ő legyen a gyerekeim apja. De végül lett. Csodák csodájára. De ja, nálam is mindig megvolt ez, hogy nem tudom, olyan kép élt előttem ezzel kapcsolatban, hogy nem az, hogy új, majd anya akarok lenni, hanem majd egy olyan családot akarok, hogy így nem tudom. Én mindig ez az ilyen tesz-vesz anyuka akartam lenni, hogy jó, akkor a gyereket errasz, akkor ezt izé. Szóval, hogy így a családot logisztikázni, meg ilyesmi, erre mindig vágytam. És hány van tervben? Hát szerintem 2, Boton szerint 4. Wow. Az 3. Szóval még egy. Igen. Akkor még egy ilyenre számítható? Szerintem 2. De én nagyon realistán próbálok ehhez állni, megnézem, hogy 2 gyerekkel milyen az élet, és akkor majd ahhoz mérten eldöntöm, hogy lesz-e harmadik vagy sem. Hát én örökbe fogadtam a férjemmel, mert ezt a testet, mindig elvom ezt a hülye poént. Bocsánat. Ezt a testet tönkre tenni egy terhességgel. És akkor még az enyém gáz. Könnyen jött egyébként így az örökbefogadás melletti elhatározás? Mert csomó embernél van az, hogy hát ő tovább akarja örökíteni az ő génjét, meg... Ezt a testet. Ezt a testet, tehát ez copy-paste megjelenne bárhol. Gyerekek. Vagy hogy lombik legyen, vagy bármi ilyesmi, szóval abszolút nem volt meg nálatok ez, hanem hogy tök evidensen jött. Teljesen furán vagyunk bekötve ebből a szempontból, én azt vállalom. Tehát velünk baj van ebből a szempontból, hogy nem nincs meg bennünk. De miért? Szerintem ez nem. Fura! Tehát, hogyha statisztikailag nézzük a társadalmat... Nem ez az általános. Nem ez az általános. Tehát, hogy nem ez a hétköznap, hogy akkor valaki nem akarja látni a saját szemszínét, vagy a saját vonás. Nem, hogy nem akar, persze, hogy akarnám, hogyha lehet, de hogy nem, és ezt simán el tudtam engedni. Tehát, hogy ez nem volt egy ilyen nagyon erős érzés. De az a durva, hogy az egy dolog, hogy bennem, de hogy a férjembe sem. Tehát, hogy ez mind a ketten így úgy összecsatlakoztunk, hogy itt ilyen. És ami a durva, hogy a Csabi az... Tök hasonlít. Ezt akartam mondani, hogy egyébként, de és ez nem csak nálatok van így, igen, hanem ez nagyon sokaknál, de ugye tovább megyek, sokszor a párok is elkezdenek nagyon hasonlítani egymásra. Igen. Meg a kutyák? Igen. Igen. Azt hát viccelünk, de nem. De tényleg? Hát egyrészt nyilván nem véletlen, hogy kit vonzol be, akár igen, gyerek, akár férj, vagy feleség, igen, vagy bármi. Másrészt meg tényleg annyira tehát amikor egy ugyanolyan életet élsz valakivel, persze, akkor egyszerűen kezdesz rá hasonlítani. Tök durva. Nagyon durva. Azért mi is a Dáviddal ilyen?
Tesó? Tesó feeling? Annyira nem, de hogy azért úgy lát, nem tudom, néha úgy megcsillana. Nagyon érdekes. Magasodhatnék. Kicsit. Butikán. Gödörödhetne a hajad. Legyek már göndör. De ti is egyébként, tehát ugyan. Karakterileg. Igen. Abszolút. Szóval azért évekig vártunk, tehát hogy azért ott voltak, volt vagy nem tudom, 6-7 év, amikor ennek is zöld út volt hagyva, és semmi komolyabb fizikai oka nem volt annak, hogy nem. És aztán amúgy egy családi tragédia volt az, ami így az utolsó löketet megdobta. Amikor nekem anyukám elment, akkor az így majd egy másik adásnak lesz ez a témája. De hogy ez a halál élmény, ez tehát így a közel kerülni a halálhoz, akkor az úgy nyakon vág, és akkor tudatosul, amit amúgy tudsz, mert nem vagy hülye, de akkor tudatosul, hogy az meg ez véges. Tehát, hogy itt nincs sok időnk. És akkor volt az, hogy túl voltunk a temetésen, és nagyon hamar jött ez a wake-up call, ez a tudjuk, hogy felébredsz egy álomból, és jöttem vissza Pestre, Levente már Pesten volt, és ülök a vonaton egyedül, és akkor vettem a telefonomat, és írtam Leventének SMS-t, hogy jó, akkor szerintem örökbefogadás. És ezt most nagyon erősen érzem, hogy itt most nincs időnk. Tehát itt most bármi történhet bármikor, és ezt ne játsszuk ezt, mert hogy ez így nagyon gáz, ne várjunk tovább. Mert azt éreztem, hogy hirtelen egy olyan érzésem volt, hogy így elvesztegetjük az időt azzal, hogy várunk, de egyszer csak majd 40 leszek, egyszer csak majd 40, és akkor már örökbefogadás sem, mert ugye az is korhoz kötött, azt hiszem 42-43 a felső korhatár, így van. Tehát mindegy, tehát hogy van egy ilyen felső besorolás, ami fölött már nem lehet, vagy nagyon nehezen, vagy nagyon, nagyon nagy gyereket, tehát hogy mondjuk milyen 3-4 éves korig szerettünk volna, ami 3 évesen fogadtuk örökbe Csabit, és azt egy bizonyos korhatárig lehet, és akkor így. Szóval ez egy nagyon, nagyon gyors döntés volt ebből a szempontból. Szerencsére Levente is teljesen bele tudott ebbe állni. És akkor indítottuk el 2016-ban a folyamatot, és 18-ban jött Csabi. Úgyhogy ennyi a sztorim. Tervezett volt? És a második? Össze-vissza becsúszkálnak ezek. Csak így fu-fu-fu, sértem. Hát úgy voltunk vele, Nem kezdtünk el ilyen nagyon komoly tervezést, hogy én akkor termékenységtudat, és akkor hőmérőzzek, vagy bármi ilyesmi, hanem abszolút úgy voltunk a Samunál, hogy ha jönni akar, akkor jöjjön. Őt ezért fogják sokan utálni. Igen. és a második alkalommal is úgy volt, hogy alapból azt terveztük, hogy olyan augusztus-szeptember környékén szeretnék megint várandós lenni, és akkor úgy pont jól kijön a korkülönbség a kettő gyerek között, stb. Aztán lett ez az egész. Jött ez a két nő az életembe. Tudom, mire gondolom. Háború, a karanténa, pont nem rám gondol. Jöttek ezek. És hát ugye csomó mindent át kellett szervezni, meg priorizálni, meg minden ilyesmi. Megbeszéltük, hogy jó, majd akkor max télen vagy tavasszal, majd nekiállunk én is, majd hőmérőzgetek, meg minden ilyesmi. Hát aztán úgy gondolta a bébi, hogy ő itt augusztusban meg akar fogadni, és kész, úgyhogy megérkezett. Hát én meg a másik véglet vagyok. Már nálunk több mint egy év volt, és mire megfogant a kisfiam, és én egyébként ezzel kalkuláltam valahol, mert egyrészt a pajzsmirigy gyaló működés miatt az már eleve nem segít a dolgon nagyon. Másrészt meg nem tudom, tehát hogy ez így bennem volt, hogy nem biztos, hogy ilyen egyszerű lesz, és akkor nálunk igazából a Dávid is mindig akart gyereket, és ő egyébként jóval idősebb nálam, bár nem látszik, de hogy ő mindig úgy volt, hogy majd, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez nem úgy van, hogy most eldöntjük, és holnap lesz, nem úgy, mint egyeseknél, hanem hogy akkor ott azért eltelik idő, de ha még azonnal lesz, az is még 9 hónap, tehát hogy akkor nem holnap kell apának lenni, és akkor nekünk több mint egy év volt, és ami itt egyébként most, tök érdekes, hogy mostanában szokott a saját YouTube, nagyon régi YouTube videóm előkerülni másoknál, ahol erről mesélek, hogy hogyan nem jött össze sokáig, és hogy mennyire káros szerintem ez az engedd el, ne foglal, azért nem jön össze, mert rágörcsölsz. Egyrészt ugye ez nem egy döntés kérdése, hogy te. Tehát ha valamit szeretnél, akkor azt szeretnéd, és pont. Vannak szakaszai, tehát hogy az tény, hogy el lehet engedni,
De az nem azért van, mert a szomszéd azt mondja, egyrészt. Másrészt meg, ami szerintem tök fontos, és én például akkor tudtam elengedni, és szerintem akkor szabad elengedni, hogyha az ember mondjuk például kivizsgáltatta magát, és az mondja, hogy minden tök jó, minden fasza, annyit csinálni kell. És akkor el lehet engedni. Nekem például egyetlen olyan értékem volt, ami magas volt, egy hormon, és azt kellett helyrehozni, és utána, és akkor el tudtam engedni, amikor ott volt a kezemben a papír, hogy igazából nem biztos, nyilván semmi sem biztos, de hogy ez egy kézzelfogható ok, amiért nem jön össze. És akkor tényleg elengedtem, akkor elkezdtem a YouTube csatornámat, közben annyiban foglalkoztam vele, hogy mondjuk helyre jöjjön ez a hormon, és akkor teherbe estem. És erre nagyon sokan hivatkoznak mostanában, tök sok üzenetet kapok, hogy mennyire hálásak ezért, mert hogy akkor utána jártak, és akkor náluk is tök hamar utána végül összejött. Úgyhogy nálunk nem volt könnyű menet. Bocsánat, én rosszul számoltam, mert most augusztust mondogattam, pedig ősz végén fogant meg az új, csak a Samu dátumát mondtam, mert én akkor ebben a hónapban szülnék, hogyha... Légy színe. Egy kis korrekció, ezt így csillag javítva 2022, nem tudom mi, jó, bocs. Hashtag terhes vagy. Uh-huh. Így, aki így csinálja a gyereket, az ti mit éreztetek? Éreztétek lélekben, fizikailag előbb, mielőtt a teszt mutatta, vagy mi volt? Nem, én azt a hónapot teljesen elengedtem, mert hogy az értékem meg a másik irányba billent át, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor viszont ez a hónap, ez tuti, hogy kuka, és nem foglalkoztam vele, és igazából pontosan ugyanolyan tüneteim voltak, mint a PMS tünetek, tehát hogy így napokig azt éreztem, hogy hú, most már mindjárt megjön, és akkor egyszer csak így, hát most ez azért, és én mértem a hőmet is, meg tehát hogy én így a termékenység tudattal kapcsolatban így eléggé képbe vagyok. És azt mondtam, hogy azért ez már, tehát ha már ennyi ideje tart a luteális fázis, akkor itt már lehet, hogy valami van. És akkor pozitív lett, de nagyon halvány. Tehát ilyen nagyon-nagyon halvány pozitív, de ugye azért a Covid óta már mindenki tudja, hogy akármilyen halvány, az pozitív. Én akkor is tudtam, de például a Dávid ő így, de hát figyelj, ez nagyon halvány. Hát mondom, jó, de ha látod szabad szemmel, akkor az ott van. És én, hát én az álmából keltettem fel reggel a Dávidot, igen, és így, nem tudom, mondtam, hogy hogy terhes vagyok szerintem, és akkor mennyi az idő? Miért még nincs annyi? Pont annyi van. És akkor így magához tért, és nyilván csak tényleg mivel, hogy annyira halvány volt, ezért ő még így nagyon, meg hát nyilván én is, és akkor ugye szépen naponta erősödött a csík, és akkor így, így ennyi. De hát tehát egyrészt nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mert már azért ott tartottunk, hogy akkor már lehet, hogy el kell indulni egy mert egy év után mondják, ugye? Egy év próbálkozás után mondják, hogy na most akkor... Igen, én ezt nem vártam meg akkor sem teljesen, mert szerintem pont ezért, mert egy év után már annyira kész vagy attól, hogy nem jön össze, és lehet, hogy tényleg ennyi múlik, ahogy nálam is. De már így is azért rá voltunk görcsölve erősen. És hát azért nagyon nagy megkönnyebbülés volt már csak ezért is, meg hát nyilván nagyon örültünk neki. És akkor jön a, de ugye egészséges lesz, és akkor a következő körök. Következő aggódni való. Nálunk a Samunál akkor kezdtem el gyanakodni, amikor egyszer munkából hazafelé jöttem, és akkor ez az és ilyen nagy... magam a buszon. És konkrétan majdnem. De... azt hiszed, ez nagyon... Azt hiszed, vicces, de ez így volt. És az ilyen nagy augusztus végi esős hét volt, és brutálisan füllett volt a busz. Nyitva volt minden ajtó, de zuhogott az eső, és nagyon magas volt a páratartalom, és felszállt egy srác, akinek brutál erős parfüme volt, és az ott végképp betette az egészet, és Budáról mentem hazafelé, busz az így, kapaszkodtam, és nagyon-nagyon rosszul lettem a buszon, és elkezdtem gondolkodni. Nekem sosem volt sajnos nagyon rendszeres, sok évnyi fogamzásgátlószedés miatt sem, volt nagyon rendszeres a ciklusom,
És akkor ilyen 3 nap csúszások azok simán benne voltak. És akkor... Persze, az alsó hang. De itt már megvolt egy hét, de hogy itt se volt az ilyen, nem tudom, nálam az itt az volt nálam a normális. Lényeg, hogy leszálltam a buszról, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy várjunk már, igazából egy hete meg egy-két napja csúszik, akkor veszek egy tesztet, megnézem. Aztán ebből az lett, hogy vettem egy tesztet, és akkor az, hogy másnap reggeli első vizelettel kell nézni, hát a fene fog addig várni, engem nem érdekel. És akkor megcsináltam a tesztet, és ilyen bum-bum, így a kettő csík. Akkor úgy ültem még a vécén, és nem sírtam, meg semmi ízé nem volt, hanem így ott volt nálam egy barátnőm, és így újongva, meg ugrálva jöttem ki a vécéről, úristen, tányos vagyok! És nagyon-nagyon örültem. És másnap, aznap Boton nem volt otthon éjszaka, hanem másnap délután találkoztunk újra, viszont társasággal. És másnap még megcsináltam 2 tesztet reggel. Úgy voltam vele, 3 a magyar igazság, az úgy tuti biztos lesz, és akkor azokon is így bomba biztosan ott volt a 2 csík. És hát mégse a parkba a koncertezés közben fogom elmondani neki, nem is tudom milyen koncert volt, hogy figyelj már, úgy teres vagyok! Gyakran jársz ide? Szeretnél az apja lenni? Fogd meg a söröt! És hát az volt a nagyon ciki, hogy én akkor még cigiztem. És, de hát ahogy jött a teszt, úgy akkor köszöntem szépen, ennek itt így vége. Viszont az, hogy elmegyünk koncertezni, nem iszok, nem cigizek, ezt így hogy fogom összehozni, és azt csináltam, hogy vettem egy ilyen hegyi levegő, nagyon vékony izét, azt meggyújtottam, egyet így letüdőzetlenül így gyorsan, és akkor addig így tartottam, amíg végig ég az egész, és akkor így beszélgettem közben, nagyon legyezgettem, hogy minél hamarabb égjen le az egész, de így tudtam kibekkelni a dolgot, és hát másnap mondtam el, másnap reggel, amikor már csak ketten voltunk a Botonnak, de ezt is úgy, hogy ő másnaposan feküdt az ágyban, én meg még aznap is csináltam egy tesztet, úgyhogy volt akkor már 4, és bedugtam a párnám alá, és keltegettem, és kierőszakoltam, hogy barkóbázunk. Ő elküldött volna a picsába, érted? Ott fekszik halálás szerencsétlen ember, és akkor én meg ott picsogok, mert imádtunk mindenféle ilyesmit játszani, és mondtam, hogy de akkor csak egyet, jó, de akkor én, gondoltam! És akkor a kisbabára gondoltam, és akkor nagy nehezen kitalálta, de már nem, nagyon, nagyon nehezen találta ki. De kitalálta, és akkor először így bele megnyugodott, hogy kisbaba? Mondom, igen! És így, jó. És így örült, hogy jó, akkor visszaaludhat egy kicsit, és kipattant a szeme, fölugrott az ágyból, és mondta, ez most neked hogy jutott eszedbe? És mondta, hát van itt valami, amit mutatnék, és akkor odaadtam neki a teszteket, aztán jött az érzelgős része a dolognak. A másodiknál meg úgy volt, ott szintén csúszott a dolog, még mindig nem jött meg, és akkor ugyan az előző ciklusnál is volt csúszás, és akkor is vettem tesztet, de az negatív volt. És akkor úgy voltam vele, mert akkor nagyon izgultam, hogy jaj, hát azért oké, hogy azt beszéltük, de azért mégiscsak úgy jó lenne. De az negatív lett, és akkor ilyenkor a második alkalomnál, meg amikor megint csúszott, akkor megint vettem tesztet, de hát nem álltam neki olyan izgalommal, mint az előző alkalomnál, hanem úgy voltam vele, hogy hát jó, megnézem, és akkor max, akkor jó van, akkor ez ki van zárva, és akkor így betudom annak, hogy jó, akkor most megint csúszik. És hogy is van? Ja igen, megvettem a tesztet, megcsináltam, és utána indultunk anyósomhoz,
Samuval meg Botonddal, és útközben a Botond vitte a Samut, én mögöttük voltam, és akkor odaadtam a Samu kezébe a tesztet, hogy akkor adja oda apának. És akkor is így nézte, hogy jó, mi ez, mi van a kezedben, és úgy csak tűnik, így fogta a gyerek kezét, mert Samu meg nem volt hajlandó neki odaadni. Azt mondja nekem, adta, hát készült, ennyi. És akkor is ott jött az érzelgős rész. Na, de neked meg telefon volt. Igen, nagyon romantikusan megcsorrentott. Hát ez így van általában. Hol voltál? Amerikában voltunk éppen. Életemben eddig először és utoljára. A gyerek ezt megoldotta, hogy azóta sem jutottunk el Amerikába. Semmi gond nincs ezzel, nem gáz, nem fáj. Amerikában voltunk barátainknál, aztán meg egy konferencián, így összekötöttük a kellemeset a hasznossal, és a San Franciscóban barátainknak a kis vendégszobájába álltunk épp, amikor megcsörent a telefon, egy ismeretlen szám, mindenki tudja, hogy itt vagyok. Mondj gyorsan, mert amcsiba vagyok. Konkrétan. Igen? Nekem ez nagyon sokba kerül. Amúgy, ja, apac, nem EU. Igen. És akkor a nő, hogy XY vagyok, gyámügyi tegyesztől, és hogy fogadóképesek-e? Ezt teszik fel, ezt a kérdést. Fogadóképesek? Mert hogy ugye 2 éve nem beszéltünk. És hogy vannak fogadóképesek? És lementem ott el mellettem, én így gondolom elfehérettem, vagy elből nem tudom, de teljesen lefagytam. És egy pillanat megkérdem a férjem. Levente, fogadóképesek vagy? És Levente is, mi van? És ez a módszer, oké? Okay? Tehát, hogy ezt így szokták. És akkor így Levente nem válaszolt semmit, mert mit, én sem tudtam, és mondtam a nőnek, hogy szerintem igen. De miről lenne szó? Mit kell örömbe fogadni? Nagyon komoly az, amikor évekig így várakozol, de nem foglalkozol vele, mert nem őrülsz bele, meg félreteszed, meg mint ahogy a biológiai próbálkozásnál is próbálsz nem beleőrülni, most abba is így jó nem beleőrülni, hogy ez mikor csörög. És abszolút nem, tehát azért, tehát hogy a telefont azt gondolom könnyebben félre lehet tenni azért, hogy a testedre figyelj. Tehát hogy ezt így tényleg félretettük. Volt egy plusz szoba a lakásban, az volt a rumli szoba, tudtuk, hogy majd egyszer, ha jön gyerek, az lesz a gyerek szó, de hogy így nem festettük a szobát, és nem vettük a kis játékokat, tehát semmi ilyesmi, nothing is. És akkor mondta a nőci, hogy egy 3 éves kisfiú, és hogy mikor tudnánk bemenni a tegyeszhez megnézni az aktáját. És akkor mondtam, hogy ilyen 1,5 hét múlva érünk haza, és akkor azonnal jövünk. És mentünk, megnéztük az aktát, és nálunk így történt a bejelentés, hogy kaptunk egy telefont. Ja. És aztán még nyilván aktát hallgatsz, végig nem nézhetsz bele, hanem a tegyeszes ügyintéző felolvassa neked egy órán keresztül, hogy ekkora ilyen vastag aktáról beszélünk, a gyereknek az orvosi, pszichológiai hátteréről kap mindent, elmondanak, és aztán amikor ezt végighallgattad így, akkor, mert tényleg egy óránál csak információ, akkor megkérdezik, hogy na, és akkor hogy érzik, szeretnének látni fotót, vagy nem? És akkor ez a következő step, hogy akarsz-e képet látni róla. És akkor először a szöveg, a tények, és akkor utána, így van, ha az és hogyha, okay, így van, akkor... így van, mert van az a szint, amikor azt mondod, hogy ez annyira nem, hogy nem, és akkor köszönjük szépen, akkor ez biztos, hogy nem. És mi azt mondtuk, hogy persze, hogy igen, és akkor néztünk képet róla, mondtam Leventének, hogy hát ez te vagy. De hogy irányoztam, és Leventének a 3 éves fotója, vagy arca nézett vissza rám, amiket ugye ő tudom, is látja egyébként ezt? Igen, szerintem igen, de nem, de ez is olyan, hogy így nem téma, de igen, hát tényleg, tehát egymás mellé rakod, akkor abszolút, nagyon durva. És akkor én már ott éreztem, tehát bennem már ott így elkezdett emelkedni valami, nem rossz, nem a rossz dolgok, hanem ilyen jó érzés. Szóval te ott nem hánykál. Tehát nekem már ott a fotóra, amikor a szöveget hallgattam, akkor így bizsergett valami, de amikor a fotóra elnéztem, az volt az ilyen nagyon, úristen ez a mi gyerekünk, és elkezdtem vigyorogni. És Leventén nézett, hogy hülye vagy, miért vigyorogsz. Tehát ő, mint nálatok is, ez a halványa teszt, hagyjál már, jó, majd meglátjuk. Tehát, hogy nyugi. És ugyanez volt Levente is, hogy ez még semmit nem jel. Mi az, hogy ez a mi gyerekünk? Hát csak egy fotót láttunk. Tehát oda kell menni, meg kell nézni, kell érezni, hogy ott személyesen mit érzel, és ezt így le kell csekkolni, meg a gyerek mit érez. Tehát ez annyi, hogy ez annyi mindentől függ ez az egész. És, de én akkor már szinte biztos voltam benne. Nagyon durva. És ugye akkor még hetek teltek el az első találkozásig, mert nagyon messze élt az országnak egy távoli pontján, élt a Csabi, és oda kellett lejárjunk látogatni ilyen ismerkedésre, de hogy ez még egy nagyon hosszú folyam, egy hónapokig tartó folyamat volt, ameddig ő hazaért. Szóval nálunk így tudtuk meg, hogy terhes vagyok. Na és a szülésről akartok mesélni? Mert tudom, hogy mind a kettőtöknek borzasztó fontos ez az erőszakmentes szülés, ez a...
Ez a törn. Háborítatlan szülésnek hívják, de azért ez általában nem valósul meg, tehát hogy azért itthon nagyon, nagyon rossz a helyzet azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak háborítatlannak, vagy mit gondolnak okénak mondjuk az orvosok, vagy az egészségügy. Tehát nálam indították is például, már túlhordásnak hívják, 40. hét után pedig egyébként az még csak terminus túllépés, és csak a 42. hét után hívják túlhordásnak, de vannak országok, ahol simán 42. hétig minimum elmehetsz, de utána is még 2 hétig nagyon sűrű kontroll mellett. Itthon 40. hétig van, Hawaii Dizsi, mindenki boldog, mosolyog, nekem választott orvosom volt, szülésznőm is, és akkor minden tök szuper, és akkor 40. héten ez a, na jó, akkor mostantól van az, hogyha ekkor nem, akkor ilyen gyakran járunk, mi ez, CTG-re, És akkor így kb. Így előrevetítik a következő 2 hetednek a legrosszabb forgatókönyvét, különösen nekem, tehát hogy én nekem azt, hogy mondjuk ne is indítsák be. Tehát én tudom azt, tudtam már akkor is egy csomó olyan dolgot, amit nagyon sokan, amire nem is készülnek nagyon sokan, tehát a terminus túlépésre se készülnek sokan, a császármetszésre se, és én ez mindenből nyilván ismerünk engem, próbáltam képet. Igen. És milyen jól tettem, mert így tudtam nagy nehezen kierőszakolni azt, hogy 41 plusz 3, tehát 41 hét 3 napra született a kisfiam, de már akkor is mészáérlelővel, de legalább az már ért valamit, tehát akkor már tényleg olyan stádiumban volt, mert amúgy az sokszor nem is működik, és akkor mindenféle indítós technikák vannak. De akkor már befeküdtél? Nem kellett befeküdjél? De be kellett feküdnöm, de még azt is kihisztiztem, hogy csak aznap reggel, amikor ez elkezdődik, és de hát úgy kezeltek, mint egy darab szart éppen ezért, tehát én vagyok akinek semmi se jó. Az orvos is kicsit meg volt rám sértődve. A választott orvosod? A választott orvosom. Igen, hát, hogy én itt mit okoskodok, és én próbáltam nagyon távol tartani magunkat minden ilyen medikalizált ügytől, és hát tulajdonképpen szinte az utolsó pillanatig sikerült is, és akkor a végén kaptam egy jó kis oxitocint a legvégén, amikor egyébként egy szintén teljesen természete. Tehát nekem az volt a nagyon nehéz, mészáérlelővel úgy, nem úgy van, mint a sima, amikor elindul magától a szülés, akkor így fáj, de még elmegyek ebédelni, még sétálunk egyet, még picit ledőlök, hanem így. 4-3 perces fájások is olyanok, hogy beszarsz. És nekem ez ment 12 órán keresztül, tehát nem volt igazán átmenet, viszont cserébe az első 6 órát csuma egyedül töltöttem egy kórházi ágyon. Tehát az elég traumatikus volt, az is. Amúgy ez tök érdekes. Ha a szülésre az ember visszagondol, és nem egyértelműen pozitív, akkor nagyon sokat alakul, még évek alatt is, hogy én most gondoltam rá nemrég, hogy felveszek megint egy videót arról, mert már volt egy, amikor a Dáviddal beszéltünk, olyan fél éves volt az Emil, hogy milyen volt, és hogy most még egyet, az szuper volt, hogy a Dávid bent volt végig, és tényleg nélküle nem tudtam volna végigcsinálni, tehát mi közösen szültük meg azt a gyereket, azt tuti, de hát az orvos az belém, préselte a gyereket, ami bizonyos pontokon segítség volt, de például volt olyan, vagy akkor én már segítségnek éltem meg. Nyilván nem véletlenül van az, hogy nagyon képben kell lenned, mert ott már azt mondod, hogy fia, vágj, tehát fogd meg, vágj, kivedd, mert nyilván akkor már örülsz, hogy élsz, vagy nem örülsz, hogy élsz, vagy nem tudom. És akkor én meg például volt olyan szülés közben, hogy éreztem, hogyha most megnyomja az orvos, akkor el fog kájulni. És azért én ellökte, ja, egy 2 fokú sámlin állt, tehát hogy egy meglett férfi, egy 2 fokú sámlin. Rá is tudjon nehezkedni. Igen, és akkor a háromig és én ne, és így ellökte, meg kezdett velem veszekedni, meg így kiabálni félig meddig, hogy én ezt hogy merészelem. És akkor még én kezdtem, hogy ja, bocsánat, hát csak éreztem, hogy el fog kájulni, és azt nem akartam. És a végén a szülésnek a szinte az utolsó pillanata előtt még van egy teljesen természetes időszak, amit egy pihenés időszak, amikor a fájások legyengülnek, tudjál, még a kitalás előtt rá tudjál pihenni, és Na és azt is még okosba felgyorsítják egy kis oxitocinnal, én addig el tudtam menni mindenféle gyógyszer nélkül,
akkor azt belém tolták, de nyilván ez is olyan, amire ott már nem mondod azt, hogy ne, még ha meg is kérdezik esetleg, mert már tényleg legyünk túl rajta. És az például nagyon szépen okozza a szülés utáni depressziót, vagy tényleg? Hát így rá segít, abszolút, igen, meg a pajzsmirigy alulműködés, és akkor azzal megküldtek, és akkor már annyira, egy ponton már annyira féltem attól, hogy császármetszés lesz, meg egyszer leesett a szívhangja, és akkor berohant 15 orvos már készültek tolni engem a műtőbe, és akkor az volt, hogy hát én az meg ezt kinyomom. Tehát, hogy rohadjak meg, kinyomom ezt a gyereket, ha már idáig eljöttünk, és az a durva, hogy én tolófájás nélkül nyomtam ki a gyereket. Azt a kurva, bocsánat. Tehát teljesen kizárólag akaraterőből, mert egyszerűen nem engedték, hogy természetesen eljussunk addig. Én nem tudom, az milyen érzés, amikor nem tudsz ellenállni, amikor mondják, hogy ne toljon, ne toljon, és nem tudok mit csinálni. Tehát olyankor igazából már nagyjából magától jön ki, meg nyilván nyomod is, de hogy én ezt tolófájás nélkül toltam végig. És ennyi volt igazából a sztori. Nyilván ott akkor nagyon, hát én rettegtem a császármetszéstől, tehát én azt nagyon nem miért? Szerettem volna, mert az borzalom, egyrészt nagyon-nagyon fáj utána, tehát az a gyógyulás, ami utána van, az sokkal rosszabb, mint az a könnyebbség. Ami, nyilván ezt is embere válogatja, de azért sokan vannak például, akik azért akarnak császárt, hogy ne fájjon, és utána nagyon megbánják azért, mert nem gondoltak arra, hogy utána mennyire brutál. Is. Gyerekre nézve, bocsánat, a császár az igen, az gázabb, is. Hát most az, hogy gázabb, ez nem. Tehát, hogy ezt ilyet nem mondunk, hogy gázabb. Megszületni, végigmenni a szülőcsatornán, azt a közösen az anyával azt letolni, az, és egy saját szabad döntésedből elindulni. Tehát én ezért is akartam ezt elkerülni, hogy ő neki legyen meg az az érzése, hogy ez már kell, nem kell, nézzük meg, mi van odakint. És ugye, hogyha belegondolsz, császármetszésnél egyszer csak puk, kivesznek, plusz egyébként még az ellenállók, tehát az amin ott végigmegy a baba, ami ott rákenődik, meg az olyan ellenállást ad a szervezetének, tehát annyira sokat dob rajta, szoktak olyat is, egyébben már nem megy be. A lényeg, hogy az is nagyon fontos, például külföldön rengeteg helyen nem mossák meg a babát, tehát nem az van, hogy kiveszik és elviszik, rögtön, hanem napokig a anyuka se mosdassa. És plusz ezen felül még a tej beindulásnál is nagyon nem mindegy, hogy milyen úton született a baba. És hát tényleg, tehát ez egy nagy hasi műtét. Ha egy szülészeten vagy, akkor így megmondod, hogy ki szülcse, a folyosón sétálgatva, ki szülcsászárral és ki hüvei úton. Sokkal jobb állapotban vannak azok általában, akik hüvei úton szülnek. De hogy érzed, hogy ezt feldolgoztad? Fel nem tudom, hogy feldolgoztam-e. Azt tudom, hogy én megtettem mindent tőlem tehetőt, és az biztos, hogy nekem az nagyon megnehezítette az utolsó. Tehát, hogy szerintem nagyon, nagyon rányomta a bélyegét a mi kezdésünkre ez is, a kisfiammal. A szülés utáni depressziót is nagyon szépen vissza lehet ide vezetni, és az... De magamra azt mondom, hogy nem haragszom. Tehát, hogy nincs az, hogy bárcsak jobban. A jelenlegi rendszerben én ennél többet nem tehettem volna, akárkivel beszéltem, mindenki így, ezt te hogy nyomtad le? És amúgy én sem tudom, de örülök. Tehát nyilván a végkimenetelének örülök, de azt is utálunk, azt mondják, hogy jó, az a lényeg, hogy mind a ketten egészségesek vagytok. Hát jó, hát így fizikailag igen, csak mondjuk kicsit meg akarom magam ölni, meg ilyen kis nyalánkságok, hogy de nem tudom, ez zavar-e bárkit, mert általában már nem, mert csak addig érdekes az anyuka, amíg várandós, utána már ugye csak a gyerek. Úgyhogy ennyiben nem, de azt például nagyon tudom, hogy a következő gyereket itthon, itt, ahol most ültök. Tényleg? Igen. Wow. Igen. Wow. Lesz ilyen? Nem lesztek itt. A Peti jöhet, Kac. Azon gondolkodtál már, hogy ha itthon, akkor szeretnél-e
nagy kádmedencét. Szerintem az, az nagyjából automatikusan szeretnél? Van. Én nagyon szíves. Én voltam vízben, csak ott annyira rossz volt a kád a szülőszobán. Ez is egy ilyen szuper dolog, hogy olyan szarul vannak kialakítva, hogy nem tudsz benne pihenni. Tehát, hogy nagy, az volt akkor ott ment a legjobban az egész folyamat, messze. Viszont ez a csúszós fos, ilyen sarokkád, és a két fájás között nem tudsz ellazulni, mert akkor becsúszol a vízbe. Ezek például az itthon szülős cuccok meg úgy vannak kialakítva, hogy teljesen akár is tudsz benne aludni. Kérdésedre a válasz, akármit, meg, tehát hogy bármit, ha kell, felszórom térdig virággal a lakást, csak hagyjanak békén. Tehát, hogy tényleg. Ebben legalább van egy mögöttes érzés, és ezt mindezt úgy mondom, bocsánat, hogy a Dávid nyilván az első gyereknél is felmerült, hogy otthon szülés, és szokás szerint a Dávid, tehát a férfi volt az, aki tartott tőle, és most a Dávid előbb mondta, mint én, hogyha lesz valaha a második, csak itthon. Neki is borzasztó traumatikus volt az egész, és... Erről milyen keveset beszélünk, hogy a férfiaknak is traumatikus ez? De... Abszolút, igen. Tehát, és tényleg mindent megtett, és... Igen, mert pont emiatt mondják, hogy ez ugyanúgy az apának is szörnyű egy ilyen szülési élmény, mert ő meg ott áll fölötted, és a teljes tehetetlenség, hogy ott van a szerelme, ennek egy ilyen borzasztó, hatalmas, fantasztikus borzasztó hangulatban kéne telnie, neki is ott teljes eufóriában kéne lennie, hogy mindjárt megszületik a gyermekük, és a felesége az, vagy a párja mennyire erős, és woman power, és ott van, és a csodáló férj csak fogja a kezét, és hogy közben ott van, azt látja, hogy szenved, és ő meg csak áll, és teljes tehetetlenség, meg... Hát meg ez is, meg az, hogy van neki egy ilyen listája, hogy majd ezeket ne enged, hogy csinálják velem, meg majd erre figyelj oda, meg mert hogy én már nem leszek abban az állapotban, persze, hogy kiálljak magamért, és majd te. És itthon szülésnél ez ugye nem merül fel, de ettől félreértés ne essék, nem fogom megúszni ettől függetlenül a kínzást, mert hogy általában nagyjából ugyanannyi ideig várandós az ember a második gyerekkel is, mint az elsővel, és a 40. hét után, ha otthon akarsz szülni, akkor pláne elégetnek mágián, tehát, hogy az ilyen nagyon big no, úgyhogy ott veszélyeztettél a saját, de hát ezeket elsőre is megkaptam, csak még ráadásul még otthon is akarsz szülni, hát azt nem. Ez tényleg arról szól, hogy meg tudsz szülni egy gyereket, és pont. Vajon. És ha nem, tehát olyan is van, hogy nem, akkor szépen ugyanúgy, ahogy a filmesben is beszéltük, nem az van, hogy úristen, elvérzik, megfogva, hanem az, hogy az meg ez nem megy. Megpróbáltuk úgy, valami nem jó, menjünk be a kórházba. És akkor bemennek, és még sokszor még ott is órák telnek el, mire így vagy úgy megszületik a gyerek. Tehát, hogy ez nem egy életveszélyes vállalkozás. Igen. Nekem volt választott orvosom, választott szülésznőm, orvost is azért választottam, hogy abba a kórházba tudjak menni, ahova akarok. Egy szombaton még a gyerekszobát festegettük, én még a kis sámlin görgős szobafestő cuccalot nyomtam, még van 3 hetünk, addig ráérünk, és másnap beindult a szülés. A szülés az viszont nálam abszolút olyan volt, hogy ott azt éreztem, és ezért is fogok megint ugyanoda menni, ugyanannál az orvosnál, és nagyon remélem, hogy minimum ugyanilyen jó lesz a szülésem, mert végig azt éreztem, hogy én itt kísérve vagyok. Tehát nem tudom, ott voltunk a szülőszobán, jók így a fények, ez kell, az kell, jó, ha kell, majd kislabda, vagy vízbe szeretnék lenni, szóljak nyugodtan, rám tették a CTG-t, ott is minden rendben volt, a szívhang is, magzatmozgás, minden, aminek kell, és hát azért be voltunk parázva, mert még a szülés, szóval a kis csomagunk sem volt úgy nagyon összekészítve, mert hogy úgyis van még 3 hetünk, de, és botondő kétségbe esetten van Nollandre Anandúnak egy könyve. Megmutassam? Igen, szüléstámogatás, mindenkinek vagy milyen. Én idehozom azt a két könyvet. Igen, ez a kettő volt meg nekünk, és Boton nagyon kedvesen a kétségbe esetten ott mellettem a széken. Én ott úgy rendezgettem a kis dolgainkat, ott elfeküdtem, minden volt még. Várjál, mondjad! Boton! Utas! Várjál, hogy fordítva! Aggódj! Boton meg lapozgat! Úr
úristen, mit kell majd csinálnom, hogy fog tudni segíteni teljesen az utolsó tudást még, amit ilyenkor lehet, azt próbáld magába szívni. Hozzá van szokva a vizsgai időszakban, előző este. Kínai úr, két nap alatt, oké. Igen, ő ott úgy kétségbe esett, lapozgatott, én meg már úgy voltam vele, hogy figyelj, most már mindegy. És hát végig az volt, hogy úgy bejött a... Ja, és akkor még csak az ügyeletes orvos, meg az ügyeletes szülésznő volt ott, mert az orvosom, mivel nem akkora voltam kiírva, nyaralt, a szülésznőm esküvőn volt, úgyhogy őket hívták, hogy hello, akkor Jucikánál. Igen. Igen. És megnézi, hogy én pukiztam. Bojtáról szoktak csinálni, hogy pukizik. Megijed. De mint a szar. Egy 35 kilós hófehérgutyát képzeltek el, pukizik. Jaj, feláll, és arrébb megy. Ő is arrébb. Okos vagy. Itt hagyja nek. Okos vagy. Büdös egy picit, de így is szerettünk. Igen. Szerencsére én nem érzek szavokkal. Például Hollandiában, mondjuk, ahol a barátnőm él, ott az az alap, hogy otthon szülsz. És ha külön kéred, vagy ha mondjuk belekakilt a magzatvízbe a gyerek, akkor kórház, de hogyha minden oké, okay, akkor alapvetően az a normál, hogy te otthon szülsz. És ő külön kérte, hogy kórház, mind a két gyerekével, tehát hogy ott, és ez nagyon sok helyen van így, tehát az nem egy ilyen kozmikus, fantasztikus dolog külföldön. Itthon viszont nagyon nagy részt a szerencsének köszönhető, hogy milyen élményed van végül. Igen. Ezért bosszant annyira a szülészeti erőszak, mert nehogy már a szerencsém múljon, amit te is mondasz, nehogy már azon múljon, hogy nekem éppen ilyen rohadt jó élményem volt, viszont a csecsemő osztályon a szobatársam az meg teljes katasztrófa izé, tehát neki meg nagyon-nagyon rossz volt, és hogy cseszte meg a rendszer. Igen, fele-fele, tehát hogy azért szerintem az alap az, hogy rajtunk múlik az, hogy mennyire tudjuk, hogy mondjuk, ha csak egy kis, ez csak segíteni fog a fájásokba, hogy az mondjuk mit jelent, azt így az ember tudja fejbe. Ennyiben rajtunk múlik, de az, hogy ha mindennel fel vagy készülve, és mindent tudsz, még akkor is ki tudnak veled cseszni, sajnos. Leggyakrabban ugye ilyen érzelmi zsarolásokkal, hogy te rosszat teszel a gyerekednek szándékosan tulajdonképpen. De ja, tehát szerintem az, hogy felkészült legyen az ember, az tényleg ott mint egy ilyen háborúba én úgy készültem oda, és tulajdonképpen az is volt, igen. Amúgy nálad nekem nem is az első érdekes, amikor megjön, hanem amikor már tudjátok, hogy egy család lesztek, de még nem vagytok együtt. Még az közben szól a bürokrácia. Igen. Tehát ezt kicsit úgy képzelem, mint amikor meggyőznek, hogy hagyd a csecsemős osztályon a gyereket egy pár órára. Borzalmas. És pihenj egyet. Ez kicsit olyan, nem? Borzalmas, hogy máshol van egy részed. Abszolút. Amikor már készen vagy rá, hogy nem, akkor most fogom a gyereket és hazaviszem a kórházból, az ugyanaz. És ez hetekig húzódik még. Hetekig. Az brutális. Nyilván nem minden örökbefogadásnál van így, ez minden eset más, mindenhol más, mondjad. És itt úgy van, hogy egyre fokozatosabban minél többet mentek, és minél többet láttiteket, és akkor nem tudom, egy idő után már el is viszitek otthon, onnan, és akkor elmentek hármasba játszótérre. Ki mondja ki, hogy... Ez érzés alapján látja a nevelőszülő, tehát a mi esetünkben Csabit nevelő családtól hoztuk el, tehát nem intézet, hanem a nevelőcsalád, ők is figyelik, hogy a gyerek hogy viszonyul, érdeklődik, vár, kérdezi naponta, hogy na, mikor jönnek a XY-ek, tehát hogy ezek ilyen nagyon erős jelei annak, hogy Lebi, Levente, és Orsi. Nagyon pöfe volt. És akkor igen, eleinte hetente utaztunk le egy napra, mivel nagyon messze volt, ezért az egy fél nap lett, amikor épp nem aludt a gyerek, és úgy sakkozt ki, hogy pont úgy éri oda, hogy az izetet, ez a napi pár óra hetente, és aztán sűrítettük heti két napra, és aztán volt egy hosszú hétvége, akkor már eljött velünk a gyerek ilyen egész napra, és akkor szóval így, igen. De haza vagy valahol? Nem, ott a környék. Ez volt a nehezített pálya, hogy nagyon messze kellett utazni, és akkor nem lehetett hazahozni, vagy megmutatni neki, hogy na majd egyszer esetleg, az tök jó, hogyha olyan a helyzet. De akkor már meg volt a szobája egyébként, amikor. Persze,
persze ez nagyon hamar, ezt már nagyon hamar éreztük, hogy, hogy ez, ez a gyerkőc haza fog jönni velünk. Ez kb. Szerintem az első vagy a második találkozás után. Megkérdezitek, hogy mit szeretne, milyen szobát? Vagy gyerek? Milyen? Aha. Hát ő, mivel nagyon nem tudott még akkor kommunikálni, mert nagyon pici volt a szókincse, ezért nem állt fent az a, az a helyzet. Nem tudtam volna elmondani. Nem. De mit, hogy láttad, hogy dínózik, és akkor dínó vagy? Abszolút, az? Meg igen, igen. Tehát, hogy milyen autó az, ami, meg milyen színek, meg abszolút persze, és akkor így próbálsz abban, a, abban gondolkodni. De, de kb. A túlélésre játszol amúgy. Tehát, hogy annyira felgyorsul, és annyira rossz a rendszer, és annyira... de úgy képzeljétek el, hogy például ez évvégén történt ez a barátkozás, és évvégére neked már nincsenek szabad napjaid, mert azt feléled mondjuk egy nyaralás... Amerikába utazgatsz, mert hülye vagy, és nincsenek szabadnapjaid, és az állam az nem oldja azt meg, hogy ja, te örökbe akarsz fogadni, hát ez annyira jó cucc, figyelj, olyan ügyes vagy, akkor adunk neked 2 hét, 3 hét plusz szabadságot, hogy esetleg meg tudj ismerkedni azzal a gyereket. Tehát, hogy ez ilyen alap lenne, dolgozol napi 8 órában, összeraksz egy baba, egy esetünkben kisgyerek szobát, hetente utazol oda le messze, közben próbálsz felkészülni a szülőségre, falod a könyveket, mert egy hete vagy 2 hete tudtad meg, hogy jön a gyerek, és az elmúlt 2 évben ezt így elzárod magadtól, és nem készülsz a szülőségre, mert nem készülsz rá, nem akarsz bekattanni. Szóval, és akkor ott van rá, mondjuk erre az egészre 2 hónapod. És igen, tehát persze odafigyelsz arra, hogy milyen színű legyen a fal, de nem az a legnagyobb problémát, hanem az, hogy legyen fal. Meg kis ágy. Meg Isten tudja mi. Meg mit teszik egy 3 éves, meg mivel játsz. Szóval, hogy ilyen brutális sztori ebből a szempontból. És akkor végre eljutunk oda, hogy igen, akkor megvan a dátum, hogy na, ezen a napon hazahozzuk, és akkor az egy ilyen, ülünk az autóba, és hátul ül a Csabi. Ilyen stílt, ez a teljes, a legnagyobb természetességgel ült be velünk az autóba, jött velünk 4,5 órát, vagy 3,5 órát, és értünk haza, és így bedzsalt a lakásba, így kinyitottam kulcsra, ő így elsőre neki be a lakásba, menet közben így levette magáról a kabátját, jobbra fordult, minthogyha tudta volna, hogy neki hol van a szobája, tehát, hogy nem nagy szoba, nem a háló, nem a fürdő, nem a WC, jobbra gyerekszoba, bement, térd le a szőnyeg közepén, és elkezdtek kiszedni a játékokat a polcról. És cseh! Ti megálltatok ott kabátban. Mi meg? Akkor én most itthon van. Nem, elképesztő volt, és nem érte, hogy ez és in the zone, tehát bele a kis zónájába, belezuhant, és ő onnantól játszott, és mi, hello, ez a elegem van belőletek, jó, 4 órát együtt utaztunk, cseh, tehát most akkor én most játszom. Ez az én szobám, sziasztok, és akkor én most játszani fogok. És akkor arra jutottunk, hogy magáról az anyaságról, akkor egy másik részben. Erről egy másik részben fogunk beszélni. Igen. Mert hogy annyira elmentünk most a gyökerekhez. És ha már betegre köhögtem a szobát, akkor... Oh. Tudsz erről egy közeli? És piros lenne az egész. Annyira izén. Mert hogy az Orsi úgy gondolta, hogy még nem beszélt eleget a mikromakró. Nem, mert a múltkor nem mondhattam, mert úgy éreztem, hogy a múltkor bennem maradt az, hogy mennyire zseniálisan apró szemcséget is tud ezt szűrni, és aha, mivel Eszter... Aha. Nem érdekel? Azt akarom mondani? Az van az arcodra érve, hogy ezt téged nem érdekel. Maradjatok velünk, mert lesz, nem érdekel titeket. Igen, szóval ne kapcsoljatok még el, mert Eszter teleköhögte a szobát, tele nyomta vírussal, meg bacillus, Isten tudja, mi van benne, nem tudjuk. Úgyhogy bekapcsoltam. Értsetek most a... bármi. Meghalunk, ha kell. Levegőtisztítót, amit azért bírok, mert 0,003 mikront is szűrni tud, ami zseniális, nano HEPA szűrő, nem sima HEPA, nano HEPA szűrő, tehát egyszerűen elképesztő, nem tudom, miért alusznak a csajok. És ez itt egy 20x négyzetméteres szoba, és azt 5 perc alatt tisztítja ki, úgyhogy imádom. Na, és hogyha ti is szeretnétek egy ilyet, kutyának ráléptem a lábára a kutyának, most fogom karakni. Elsőszülött gyermekem lábára. Szóval? De nem ilyet, bármilyen. Most az van, hogy most már bemutattunk mindent, van olyan, amit már többször is láttatok. És elsorolod? Soroljuk? Soroljuk, igen. Van ugye a gőzölő, van a légtisztító. Az airfryer. Az majd a vég. Van az airfryer, van a porszívó, és a kávéfőző, igen.
és hogyha valami fura okból kifolyólag nem az airfryert vagy a porszívót akarjátok, akkor is írjátok meg. De ki kell találnunk egy kérdést, mert ugye anyaságos kérdést találtunk ki, de mert hogy meg lehet nyerni, azt még nem mondtuk el egyébként, hogy azért választhatok, ne azért, hogy jó, és akkor ezt lehet kérni. Melyiket szeretnétek? Majd, vagy a húsvéti nyuszi hozhatja esetleg, le lehet rendezni otthon. Nem, arra gondoltunk, hogy legyen egy nyereményját, legyen ez egy ilyen adok-kapok kapcsolat, tudjátok? És bármit az eddig bemutatott termékek közül választhattok, és... Egy győztes lesz, igen. És az utolsó adásban fogjuk kisorsolni, hogy legyen idő kommentelgetni, de csak ez alá a videó alá kommenteljetek, mert ezt is látjátok, hogy alig bírjuk összerakni. Igen, tehát egy valaki nyerhet egy ilyen gépezetet. Ez egy dolog, hogy a mi ötletünk volt, de a Philips meg örült neki. Tehát ez a Philips nélkül nem jött volna. Jó, hát ők is jó fejek. Nem annyira, mint mi. De mi? Nem, tényleg. Úgyhogy nyugodtan válaszoljátok a porszívót, vagy az airfryert, vagy bármit a maradék áron. Kérdés. Mondjad, mert nekem van valami fejem, de mondjad, hogy... Az a kérdés, hogy miért ne választaná valaki az airfryert? Nem. Feladatot adjunk, hogy azért meg kell dolgozni, jó? Tehát, hogy akkor az egy dolog, hogy elmondjátok a terméket, de például mivel most nem az anyaságról, és nem tehát a szülőségről kérdeztünk volna benneteket, de itt most nem arról fogunk, mert ennek a résznek nem az volt a témája. Szegények, tudja követni. Hanem, hogy viszont a témánk az volt, hogy honnan indultunk, mikor éreztük azt, hogy először hogyan jött a gyerkőc, és ezzel kapcsolatos gondolatok, érzések szerintem jöhetnek bármilyen személyesek. Nem kimásolom a Wikipédiáról, vagy megnézem bármilyen. Hogy kinek hogy fogalmazódott meg, és mikor a gondolat, hogy akar, vagy nem akar. tetszik neki. Így. Szóval ennyi. Kommenteljetek. Ez most érthető volt, ezt érteni fogja bárki. Hát, aki nem tud követni, azt ugye hátra hagy. Aki elhullott. Erre válaszoljatok, és utána, vagy előtte írjátok le, hogy milyen gépezetet szeretnétek, az airfryer vagy a porszívó.